kedves és humoros történet, amit a teátrum új darabjában a hetet hétben nézhet meg a közönség május 4-től. Xel egy újabb mesével örvendeztette meg a győrieket, pontosabban egyszerre héttel, hiszen a mű hét népmesét dolgoz fel. A kék bolygó különböző pontjain legendává vált mendemondákat 14-16 percben dolgozta fel a társulat, Xel saját bevallása szerint pedig saját elképzeléseit is felülmúlja a kész produkció sokkal jobb lett, mint amire szerettem volna, mert a kollégáim tehetsége hozzáadódik. Tehát azt értsd, hogy én hozok egy dolgot, egy elképzelést, egy anyagot, de mivel nem vagyok egy merev ember, engem tényleg érdekel, hogy a kollégáim erről mit gondolnak. És ha ők jobbat találnak ki, mint én, én azt bizony belerakom. A színészeknek óriási kihívása a hetet hét, hiszen egy előadáson belül egyszerre több karaktert is meg kell formálniuk. Nem beszélve a mesélőről, akit Bedefazekas Csaba alakít a színpadon. Nem könnyű, de szép feladat, mert, mert megtalálhálás is. Hát nem tudom hogy ha gyerekek lesznek a nézőtéren, hogy hogy, hogy reagálnak, de szép dolog. Hát jó, nehéz, kétségtelen, sok a szöveg, meg kell tanulni, és hát lehetőleg szépen és értetően elő kell adni, úgyhogy azért a közönség értse is, meg élvezze is. Nem könnyű. Minden költségét térítjük. Itt van a napi díja egy hétre, és hogyha a szultán elégedett a kész képpel, biztos lehet benne, hogy nem jár rosszul. Mint kiderült a hetet hét esetében a mesék mindegyikében, 30% igaz történet, 30% népmese, 30% a rendező saját fantáziáját dicséri, a maradék 10% pedig a színészekét. Mesékre pedig nem csak a gyerekeknek, a felnőtteknek is szükségük. Van. Ha komolyan veszük a gyerekeinket, mondjuk itt 8 éves kortól, akkor pedig olyan meséket meséljünk el, amik mesés történetek, de emberekkel történnek meg. Valós történetek, a meseszerűség, az, hogy annyira csodálatos, vagy annyira döbbenetes valami, vagy annyira humoros valami, hogy már meseszerű, de az igazságot tartalmazza. Tulajdonképpen az egész életünk egy mese, csak időnként rossz mese, vagy legalábbis olyan mese, ami nem happy end végződik, de mese. Már csak kettőt kell aludni, és elindul világhódító útjára a bolygót járó hetet hét, hogy elvarázsolja és megnevettesse a győri színház szerelmeseit.